Vona Gábor utolsó sajtótájékoztatója a Jobbik elnökeként a vasárnapi választást követően. Mivel azt ígértem, hogy ha nem a Jobbik nyeri a választásokat, akkor én lemondok és benyújtom a lemondásomat, és mivel szoktam tartani szavamat, természetesen tartom most is, vagyis benyújtom a lemondásomat. Akkor még nem tudott arra válaszolni, hogy újraindul-e a posztért. Azóta viszont kiderült, hogy nem csak a pártelnökségről mond le. Nem szimplán a pártelnökségről mondott le Vona Gábor, hanem közölte, hogy nem veszi fel a mandátumát, és hát lényegében kivonul a politikai életből. Mirkóczi Ádám szerint Vona Gábor az ötért folyamatos távolások miatt döntött úgy, hogy távozik a politikából. Emberileg megértem, politikailag pedig nagyon dühös vagyok nyilván a döntése miatt. Nem tudni, hogy most mi lesz. Nyilván következik egy tisztújítás. Én azt gondolom, hogy a Jobbik sorsa valahol majd ezen lesz meghatározva. Meglátjuk. Vona Gábor lemondásával a Jobbik elnökségének a mandátuma is megszűnt, így teljes tisztújítás kezdődik az ellenzéki pártban. 15 éves fotó, a kép jobb szélén Vona Gábor, a bal szélén pedig Orbán Viktor. A Fidesz 2002-es választási veresége után együtt alapítottak polgári kört. Vona Gábor egy évvel később már alelnökként részt vett a Jobbik alapításában. A pártot azzal a céllal hozták létre, hogy a miép háttérbe szorulása miatt csalódott szélső jobboldali szavazókat megszólítsák. A párt elnöki posztját 2006 óta töltötte be. Az országos köztudatba 2007-ben a Magyar Gárda megalapításával került be. Az ő vezetésével jutott be az ellenzéki párt 2010-ben először a parlamentbe, a szavazatok 16,7%-ával. 2011-ben a rendőröket is kihívták miatta az országgyűlésbe, mert az addigra betiltott Magyar Gárda mellényében szólalt fel. 2014-ben 20%-ot értek el az országgyűlési választáson. Ehhez az időszakhoz kötődik a Jobbik fordulata is. Vona Gábor vezetésével fokozatosan háttérbe szorították a párton belüli szélsőséges vonalat, és igyekeztek szavazókat szerezni a Fidesztől. A vasárnapi választáson a 4 évvel ezelőttihez képest nem tudták növelni a támogatottságukat. Szinte pontosan ugyanannyi szavazatot kaptak, mint 2014-ben.